Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. Végre elérkezett az idő, amikor el tudom nektek mesélni az elmúlt év konkrétan, az elmúlt év történését, és hogyan jutottunk el idáig, hogy most itt vagyunk a saját házunkban, ami gyönyörű, és egyszerűen annyi jó tulajdonsággal rendelkezik, amit álmomban sem tudtam volna elképzelni, hogy ilyet találunk. Na de kezdjük az elején, most itt tekerjük vissza a legeslegelejéről, mert van aki történés. Az élet mindig úgy szervezte, hogy a megfelelő időben, a megfelelő lelkiállapotban minden akkor történt, amikor leginkább úgy álltak a csillagok is. És ez a csillagállás, ez nekem egy nagyon-nagyon fontos mozzanat az életemnek. Tehát, hogy mindig érzem, hogyha a csillagok jól állnak. De ezt ne úgy értsétek, hanem átítéltelemben. Ugye tudjátok, hogy már nagyon-nagyon régóta keresünk házat, és igazából ez a keresés ez egy időben nem is volt aktív. Tehát 2021-ben kezdtünk el házat keresni, méghozzá azért, mert mind a két oldalról, mind a ketten kaptunk egy jelentős összeget a szülőktől, tehát az, hogy mi házat tudunk venni, és ilyen házat tudunk venni, és ilyen szépet tudunk venni, az nem a mi érdemünk, hanem a szülők érdeme, és ezért nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok anyusomnak, anyukámnak, apukámnak, keresztanyáméknak, mindenkinek, és igyekeztünk mindent hozzátenni, meg beletenni, amit mi tudtunk, és így jutottunk el idáig, szóval 2021-ben elkezdtünk házat nézni, és akkor döntöttük el, hogy akkor igen, összeházasodunk, akkor minden annyira jól alakult, aztán ahogy összeházasodtunk, mert akkor apósom akkor már beteg volt, és nem tudtuk, hogy mi baja, én álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyire komoly baja van, de ahogy összeházasodtunk, és ezt nektek meséltem egy régebbi videómban, ahogy összeházasodtunk, pár hétre rá kiderült, hogy nagyon agresszív daganata van, és konkrétan 3 éve pont ilyenkor, tehát október 12-én meg is halt. Tehát augusztusban összeházasodtunk, októberben eltemettük apósomat, és mi addigra már, hogy összeházasodtunk, megnéztünk vagy 4-5 házat legalább, és míg apósom betegeskedett, addig is aktívan jártunk házat nézni Pest környékén, és valahogy az Istennek nem akart összejönni olyan ház, amit szerettem volna. Tehát ahogy néztük a házakat, egyre rosszabb volt. Egyre rosszabb, egyre drágább, ahogy telt az idő, még jobban. Volt egy büdzsé, egy plafon, amit azt mondtam Marci, hogy annyit hajlandó kifizetni. Én amúgy belementem volna egy kicsivel többbe is, bár ahhoz jelentősen több hitelt kellett volna felvennünk. Voltak matekozások, hogy most hogy csináljuk, mit csináljuk. Egyre rosszabbakat találtunk. Volt olyan ház, amit egy osztott telken találtunk, félig kész állapotban, ahhoz képest, hogy semmi nem volt kész, ahhoz képest rohadt drágán, és konkrétan volt egy 5 négyzetcentiméteres udvarod, amiből az egyik egy ilyen meredek garázs lejáró, és hogyha például gyereket akarunk, tehát ha gyerek kint játszik, akkor fogja és fejjel beleesik a garázs lejáróba, mert konkrétan ennyi helye sincsen. És természetesen mellettünk volt egy szolgálmi út, ami a házunk mögötti telekrészre vezetett, ahol szintén állt egy ház, ahol már laktak. És mondtam Marcinak, hogy ez gyönyörű, szép. Marci mindenben látta a lehetőséget, ő már nagyon akart költözni, már 3 évvel ezelőtt is nagyon akart költözni, és én mindig mondtam neki, hogy én nem fogok kiköltözni a városból azért, hogy ugyanúgy bezárva érhessek kint a város mellett, mint ahogy a városban, mert legalább a városban, lehet, hogy be vagyok zárva, de lemegyek, és ott van a számba minden. Ilyen helyre nem akarok költözni, ahol vidék van, de közben meg nincsen rohadtul semmilyen helyed, meg szűkölködni kell, meg még egy csomót kell dolgozni a házon, meg nem. Volt olyan ház, aminek a belmagassága rohadt alacsony volt, szóval, hogy kalózzali, be se fért volna, szóval ilyen, az egyik legjobb barátunk, és ilyeneket is számba vettünk, hogy oké, magunknak nézzük a házat, de hogy szeretnénk, hogyha a család is ott tölteni az idejét, a barátaink is sokat lennének ott nálunk, meg ha vendéget fogadunk, meg stb. Szóval, hogy minden 10 számba vettünk, és voltuk, hogy hát itt a belmagasság ez nagyon gáz, de még Marci abba is belement volna, és ott meg az volt az érdekes, hogy a hátsó részen lakott a tulajdonosnak az apja, és a tulajdonos meg az anyja és a férje értékesítették a házat, szóval, hogy még tulajdoni lapot se láttunk akkor, de már meg tudtuk satszolni, hogy ott valami nem kóser. Eléggé érdekes volt ott a családi felállás, és mondtam azt, hogy na hát ilyenbe aztán végig nem kell belemenni. Volt egy ház, ahol azelőtt halt meg az ottani tulajdonos, aki egyébként egy ilyen kicsit régi módi, kicsit sötét házban lakott, de az is akár önálló telek, meg szép telek lehetett volna, de azzal is volt, sok meló volt, és akkor így azt láttam, hogy ha olyan házat szeretnél, ami már áll 10 éve, és ez biztos, hogy fog állni, mondjuk inkább 20 éve, mert 2000-es évek elején voltak igazán jó házak építve, akkor az
azért csempegyomós, mert fel kell újítanod, hogyha pedig nem akarsz foglalkozni vele, akkor vegyél meg egy új építésűt, ami még egyébként félig kész sincsen, a kivitelező és az per kb. Megmondja, hogy mennyit fizes ki, aztán a végén majd kiderül, hogy még ez kell, meg még az kell, meg még megszivatnak, meg még nem tudsz beköltözni időbe, meg rád dől a ház, meg ugye azért vannak barátaim, sok mindenkivel beszélünk, van egy nagyon jó burkoló barátunk, és mindig mondja, hogy amikor elmegy burkolni egyébként az ilyen kivitelezőknek az új építésű házába, akkor látja, hogy milyen retek munkát végez a kőműves, és van, hogy vissza kell hívni, hogy az javíts ki, fiam, hogy le tudjam burkolni. Szóval, hogy hú, sok olyan tényező volt, ami nekem sokat ízik, nem tetszett, és egyre jobban azt éreztem, hogy hát kurvára nem fogunk találni semmit, hogyha így haladunk. Lett volna egy ház, ami nagyon szép volt, ékszerdoboznak hívjuk azóta is, még közel is lettünk volna a Marci nővéréjékhez, és azért, mert 5 vagy 10 millió forinttal többe került volna, mint amit rá tudtunk szánni, Marci mondta, hogy hát ezt meg se nézzük, és amúgy nagyon hamar elvitték, mert hát nyilván nagyon jó volt, és amúgy árérték arányban szintén nagyon jó volt. És akkor utána évekig azt emlegettük, ezek után, hogy ezeket megnéztük meg közben, mert apusom meghalt, azzal voltunk elfoglalva, hogy ugye temetés, meg gyász, meg anyósommal mi lesz, meg nagyon sok ugye családi nehézség, aztán jött a karácsony, karácsonykor mindig utazás van, meg egyébként nagyon sok idő el tud menni azzal nálunk, legalábbis is most ugye a költözés környékén is egyértelműen látom, hogy ugye sok helyen van a család. Van két helyen Szabolcsban, anyósom keresztszüleim, meg van anyukám Németországban, és akkor még ráadásul most apukám is itthon volt, szóval mondjuk ő is Szabolcsban, a Szabolcsból származik, annyi a könnyebbség, de ugye apukám is mondjuk most meglátogatott minket, utána anyukám látogatott meg minket, közben Dalma is jött, és egyébként mi nagyon szeretjük, hogy itt van a család, és akkor menjünk mi is, akkor menjünk anyósomhoz, akkor menjünk anyukámhoz, akkor menjünk, és akkor így kettőt pislant, azt is már két hónap eltelt, és azon gondolkodsz, hogy mi a szart csináltál, mert itt laksz, nem tudom, mióta is, mondjuk jó, be van rendezve két szoba, aztán hello. Ilyen dolgok vannak, de ezek mondjuk pont azt, hogy a család is, és sok helyre tudunk menni, az egy nagyon nagy pozitívum, és ennek nagyon örülök, de hogy nagyon sok idő el tudunk menni ilyen dolgokra, és akkor már ott tartottuk, hogy 2022 év eleje van, és ugye kitört a háború. És még akkor egyből nem is kezdtek el elszállni az ingatlan árak, meg elkezdeni inflálódni minden, de utána megint kettő pislogsz, és azt látod, hogy amúgy a pénzednek nincsen értéke, már az ingatlanok meg elkezdtek ilyen 5-10 millióval drágulni. És akkor én mondtam Marcinak, hogy hát figyelj, tudom, hogy sok mindenki mondogatja, hogy kéne házat venni, de azért kérdezzük már meg az okosokat, és akkor vannak barátaink, akik könyvelők, meg kurvára értenek ezekhez a pénzügyekhez, meg az ingatlan sztorikhoz is. És akkor volt, hogy megkérdeztem, hogy Johnny bácsi, aki amúgy ingatlan befektető, hogy te figyelj, amúgy most vennél házat, és akkor mondta, hogy eszetekbe se jusson, akkor van egy velünk korú baráti társaság, náluk már például pont akkor született a gyerek, amikor kellett gyerekünk is, ők is most költöztek be a házukba velünk egy időben, mert ők is már akkor elkezdtek ingatlant nézni, amikor mi, de aztán végül azt mondták, hogy jó, inkább berakjuk a pénzünket az állampapírokba, vagy berakjuk a pénzünket a bankba, vagy nem is tudom, volt egy ilyen tök jó koncepció egyébként, ami még a banknál is jó volt, de lényeg, hogy a kamatok, az valami, már nem tudom megmondani nektek, de szerintem még mindig van abban a lekötött banki, hosszú távú, mit tudom én, mi a lófaszban pénzem, és valami 20-valahány százalékot kamatozott azóta, hogy beraktuk. 2022 év vége környékén volt. Lényeg, hogy nem volt egyszerű, mert mindig matekozni kellett abban a szempontból, hogy most csináljuk először életünkben, nem értünk semmihez, ezt nem tanítják meg az iskolában, értitek? És ezt kihagytam az előző videóból, amit felvettem nektek a továbbtanulással kapcsolatosan, hogy azt meg tudják tanítani, hogy hogyan deriválj, de azt nem tanítják meg, baszd meg, már bocsánat, hogy így mondom, de ez tényleg felidegesít, hogy hogyan menj be a postára és fizess be a csekkedet. Mondjuk ez már pont nem aktuális, mert már nem olyan világot élünk, de amikor én kikerültem az egyetemre, akkor ilyenekkel is kellett törődni, foglalkozni. És látom, hogy például az unokahúgom mindent megcsináltatott annó, már nem, de annó nagyon sokáig megcsináltatta a szülőkkel, mert nem volt kellő önbizalma besétálni a postára és azt mondani, hogy kezit csókolom, ezt szeretném feladni rózsaszín csekken, vagy ezt szeretném feladni ajánlva, tessék már szélesen adni hozzá egy papírt. És akkor én azt kitöltöm. Szóval ilyen alap dolgok, amikről halvány fingunk sincs, és az, hogy kiokosítani minket arról, hogy pénzügyek, vagy hogy hol rakd a pénzed, ahol jól is jársz vele, vagy mi az előnye, meg a hátránya a lakástakarékoknak, vagy az ingatlan átadás megvétel környékén mennyi papírmunkád van, meg mit kell csinálnod, meg ilyenek. Tehát, hogy ezt tényleg csak azt tudja, aki már keresztül ment rajta, mert ezt
amúgy lófasz se tanítja meg, pedig ezt kéne megtanítani elsősorban. Másrészt lehet, hogy valaki soha büdös életben nem tanulja, mert soha nem vesz ingatlan, mert soha nem lesz rá pénze. Ez nagyon bosszant. 2022 évén, amikor beraktuk a pénzünket, körülbelül akkor már nem tudom megsatszolni időrendben sem, akkor én mondtam Marcinak, hogy akkor most állunk és várunk, mint ahogy már szokott. Hát most jobb dolgunk nincsen, és akkor majd mozgolódunk, és elment a 2023-as év így, fogalmam sincs, hogy mit csináltam, jól tudom, nyaraltunk, meg a vállalkozásommal volt egy csomó mindenféle problémám, szóval, hogy ott is elment a fókusz másra. Most évelején, Feri pont januárban hazajött, meg karácsonykor valamilyen nem tudott hazajönni, akkor tájt volt a maszkabál, amiről csináltam a családok videót is. Ferivel anya hazaküldött egy tök jó ágynemű szettet, ágynemű húzattal. De itt tényleg ilyen full extrás volt, és akkor mondtam Marcinak, hogy vigyük fel ezt is, meg vigyük fel azt is, meg vigyük fel azt is, és akkor Marci így rám fölmett, hogy hova a lófaszba vigyük fel, hát abban a kis lakásban már el se férünk. Amúgy nem volt annyira kicsi ez a lakás, ilyen 45 négyzetméteres volt, amikor beköltöztünk, nyilván nem volt annyi cuccunk, mint amikor kiköltöztünk, de már tényleg kezdett nagyon-nagyon szűk lenni a hely, és hiába pakoltam be az utolsó négyzetcentiméterre is mindent, hogy jól elférjünk, akkor se fértünk el. Kicsit már túl zsúfolt volt, már kicsit szűk is volt nekünk, és összevesztünk, mert nem tetszett, ahogy Marci mondja nekem, mint hogyha én bármiről is tehetnék, anya meg jót akart, hogy ilyeneket küldjön nekünk, és akkor mondta neki, hogy na figyelj, akkor most, hogyha nem tetszik az, hogy egy 45 négyzetméteres lyukban lakunk, és amúgy már ki a lófasz tudja, hogy meddig fog tartani ez a háború, az infláció, meg az ingatlanárak amúgy is csak felfelé mennek. Most már kezdjünk valamit, hogy nem tetszik, keresünk házat, az meg. Mondtam, hogy figyelj, nekem most van egy csomó dolgom, állandóan el vagyok foglalva, mert az anyam mindig azon van, hogy mit csinálják a saját dolgaimmal, nekem nincsen fókuszom még pluszban, hogy ezzel is foglalkozzak, kezdjen ingatlant keresni, mutasd meg, hogy mi. Ha azt mondom, hogy tetszik, elmegyünk, megnézni, te felhívod, megbeszéled, kész, ezt a részét intézd el, és a többi, én megyek veled, csak vedd kézbe az irányítást, és csináljuk. És akkor mondtam azt, hogy jó. És ha hiszitek, ha nem, max. 2 hét telt el, talált egy rohadt jó ingatlant, és így mondtam neki, hogy figyelj, ez nagyon jó, nézzük már meg. Elmentünk, megnéztük, tetszett, az ingatlanos nővel akkor találkoztunk életünkben először, amúgy még szimpatikus is volt, bár tényleg elsőre nem tudsz megítélni úgy senkit, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor szeretnénk ajánlatot tenni, és letettük az ajánlatunkat az első házra, amit most így x év után, nem tudom hány melléfogás után megnéztünk. Letettük az ajánlatunkat, és azt vártuk, hogy hú, hát erre kapnak majd. A tulajdoni jog is rendben volt, minden rendben volt, tehát ugye mindig kiderül valami turpisság is, már az ajánlatra azt hiszem, hogy 3 nap van, hogy elfogadják, és még a 3. nap legeslegvégét kivágták, és akkor hívjuk az ingatlanos, hogy mondjátok már meg, hogy mi a tökön van, mert nekünk ez már gyanús, már akkor tudtuk, hogy le kell mondani erről a házról, és mondták, hogy ez is egy ilyen osztatlan telken van, csak nem ilyen lófasz telek, mint amit mondtam nektek az elején, hogy 2 négyzetcentiméteren élsz, kicsivel nagyobb, de szolgalmi úton mész fel, még az sem volt annyira gázosan megoldva, hátul van egy szép nagy udvarod, kvázi szép nagy, már 500 négyzetméter az már nagynak számít, főleg itt Pest környékén, tehát itt már nem is tudom, a területek kilóra adják, nem is négyzetméterre, aranyáron ráadásul, és akkor mondja, hogy kellett volna valami ügyvédi papírt a szolgalmi út miatt aláírni a szomszédnak, aki volt olyan köcsög, azt mondta, hogy nem írja alá. És akkor mondtam azt, hogy jó, akkor még jó, hogy kiderült, hogy a köcsögök a szomszédok, ezek után, hogyha még aláírná, se vagyunk hajlandóak beköltözni. És ugye, mivel mi nem KP-s vevők voltunk, hanem kellett hitelt is felvennünk a házunkhoz, ezért kellett volna az ügyvédi papír, hogy ugye minden jogilag rendben legyen, hogy a hitelt megadja a bank. És mivel ezek már olyan körülmények voltak, ami miatt alapból nem kaptunk volna hitelt, ezért meg se tudtuk volna menni a házat, szóval köszönjük szépen, hogy az időben kiderült, viszont hallásra. De ez egy tök jó indikátora volt annak, hogy az ingatlanos egyértelműen lássa, hogy mi nem turistáskodunk, hanem venni akarunk valamit, és elkezdett nekünk küldözgetni mindent. Ezt is küldözgette, azt is küldözgette, amazt is küldözgette. Megnéztük még egy ingatlant, ami szintén egész jó volt. Ott voltak még javítani valók, meg nem volt 100%-os, de látunk benne potenciált, viszont azt éreztem, hogy ez nem az, amit mi keresünk. És akkor volt egy, sosem felejtem el, hogy kiküldte a levelet, és akkor mindet le tudtam kattintani, csak ezt az egyet nem. Csak annyit láttam, hogy nagyon szép környezetben, csendes, nagy telek, erdő, kurva szép ház. És akkor így nézem, hogy
rohadt jó rákattintok, nem elérhető, ó, mondom, elhappolták, jó, akkor bele se élem magam, akkor hagyjuk az egészet a francba. Eltelt egy vagy két nap, és akkor néztük meg azt a házat, amit mondtam, hogy jó volt, de mégsem. És akkor mondom az ingatlanosnak, hogy figyelj már, az a ház még elérhető, mert én láttam, hogy ez nagyon jó, de onnan kisbetűvel épp, hogy el tudtam róla olvasni valamit ott ebbe a kis rubrikába volt, mert amikor már rákattintottam, akkor már nem volt elérhető, nem láttam a képeket, azt sem tudom, hogy néz ki, nem tudok róla semmit, de mondom, nagyon birizgálja a fantáziámat. És akkor mondja, hogy jó, az még elérhető, csak már le van szedve a kínálatból, most volt rá egy ajánlat, de visszalépett a vevő, és most pont így kering az éterben, de akkor megpróbálom megbeszélni, hogy meg tudjátok nézni, és ha meg tudjátok nézni, akkor megnézzük. Lebeszéltem még aznap, egy nap vagy két nap múlva megnéztük, tehát hogy bejöttünk, eleve az egész környék, mert minden már. Ahogy bejöttünk ebbe a kisvárosba, már akkor tudtam, hogy baszki, ez úgy néz ki, mint Dombrát. Szóval volt egy olyan feelingem, mint hogyha otthon lennék, mint hogyha otthon Szabolcsban tekeregnék valamerre, már akkor tudtam, hogy ez lesz az. De nem akartam elkiabálni, mert ugye az előzőben is eléggé belejöttük magunkat. Körbenéztünk, és én egyetlenül tudtam, hogy ez kell. És Marcinak még annyi volt a problémája, hogy messze vagyunk mindenféle tömegközlekedési dolgoktól, szóval mindenképpen kell a kocsi, és ugye ahhoz voltunk szokva, hogy nem megyünk ott a villamos felülünk, megyünk tovább. Valamiből engedni kellett kvázi, és ez volt az a dolog, amiből engedtünk, de minden, amiről álmomban sem gondolom, és igazából megmondom őszintén, hogy titkon arra vágytam, hogy egyszer megtaláljuk azt a házat, aminek nem 500 négyzetméteres lesz a telke, hanem egy kicsivel nagyobb, de mégsem hatalmas, ami kopra készen van, már majdnem, hogy fel van újítva, aminek már nem kell baszakodni a tetőfedéssel, a szigetelésével, tehát hogy ez az ilyen nagyon drága dolgok is meg vannak rajta csinálva, és minden más az már csak ilyen plusz luxus, hogy pince, kocsi bejáró, nagy udvar, erdő. Szóval el sem hiszem, hogy ilyen van. A tulajdonos elképesztő jó fej volt, és nem hiszitek el, hogy ő tényleg Dombrádi volt régen. Szóval az a falu, amire emlékeztetett ez a város, és ez volt a fejemben, 10 perc múlva megérkezünk, megnézzük a házat, beszélgetünk egy kicsit, és akkor kiderül, hogy 16 éves korában került fel Pestre, és addig ő Dombrádi volt. És nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Minden, mi úgy álltak a csillagok, ahogy kellett, nagyon jó volt. Még akkor a feleségével nem találkoztunk, de ő is tök jó fej volt, aztán megtettük az ajánlatunkat, ott volt még egy kis finom hangolás, de amúgy elfogadták, és akkor egy vagy két napra rá, egy héten belül ahhoz képest, hogy megnéztük a házat, március 15-én aláírtuk az adásvételi szerződést. És úgy írtuk alá az adásvételi szerződést, hogy nekünk nagyon sok lakástakarékunk volt. Három banknál, egyet még anyukám is adott, mind a kettőnknek volt két fundamentája, két erszélye, szóval, hogy ott volt csomó, amire válni kellett, és még ebbe is belementek, mert ugye a lakástakarék kifizetése az 90 nap. Három hónapot kellett válni a lakástakarékra, addig ugye a hitelbírálatra ott végig csináltuk, de ugye már azt tudtuk, hogy megkapjuk, mert ugye van egy ilyen előszűrés, és minden rendben volt. Márciustól egészen így májusig minden ilyen lassan ment, és ilyen várakozó üzemmódban voltunk, meg voltam. Eléggé idegörvő volt, hogy tudtad, hogy fél lábbal kint, de még fél lábbal bent, és még nem tudtad felfogni, hogy mész el, és egyébként erre nagyon sok fókusz szintén elment, szóval gondolkodom rajta, hogy október van, lófasz se csináltam az éven, csak vártam arra, hogy beköltöztessek a házba, jó, augusztusban beköltöztünk, de egyébként még itt sem vagyunk teljesen kész, bár amúgy már sok minden jó, van butorunk, meg még megyünk venni, meg szóval, hogy minden szépen halad, de nem voltunk nyaralni, jó, családoztunk, de nem volt az, hogy két napra elmenjünk kukutyimba zabot hegyezni, kijereszteni a gőzt, tehát hogy semmi, vagy valami, amit úgy igazán maga egy kirándulás, semmi, mert annyira elment a fókusz arra, hogy na most megvan a házunk, mindjárt beköltözünk, de még ezt csinálni, de igazából még csinálni se, de hogy közben már gondolkodni rajta, hogy mit, hogy, és akkor, de tudjátok, szerintem az a várakozás az eléggé idegölő, főleg úgy, hogy mi az utolsó utáni pillanatig nem is csináltunk semmit, szóval, hogy így kérdezték a szomszédok a volt tulajdonostól, hogy nem is voltak megnézni, vagy mit akarnak csinálni, vagy hogy mi nem is akartuk zavarni a tulajdonosokat, mert úgy voltunk vele, hogy a ház az készen van, a butor meg majd kitaláljuk, mikor itt vagyunk, most mit idegeskedjünk rajta. Majdnem egy hónapig a földön aludtunk, mire sikerült beszerezni az ágyat, mert természetesen az IKEA-ban mindig akkor van készlethiány, amikor szeretném valamit venni. Jó, nyilván nem csak IKEA-t néztünk meg, de sok szempontból végül amellett döntöttünk, Tanyi például nagyon meggyőzően érveltek az IKEA mellett. Nekik is már 2 éve van házuk, szóval, hogy
ők már előrébb járnak, mint mi, és így tudtunk kiktől kérdezni. Augusztusban elérkezett a költözés, és én amúgy mai napig nem tudom elhinni, még mindig sokszor vagyok lélekben a régi lakásunkban. 5,5 évet laktunk abban a lakásban. Tulajdonos elképesztően korrekt volt velünk. Az elköszönés meg minden ilyen tökéletes. Mindig szeretettel fogunk rájuk gondolni, és ő meg leírta nekünk, hogy ő is szeretettel fog ránk gondolni. Minden annyira tökéletesen zajlott, hogy az itt lakók is nagyon-nagyon flott párocska. A tulajdonos, akitől elköltöztünk, 5,5 évig laktunk nála. Szóval, hogy gondolhatjátok, hogy valahogy megtaláltuk a jó embereket, a jó környezetet, a jó közeget, a jó házat, a jó mindent, és tényleg a csillagok úgy álltak, és csak hálálkodni tudok, hogy ez így jött össze. Nagyon sok egyéb stressz volt már így a vásárlás után, mert például olyan történt, hogy a Fundamenta egy másik számlára utalta ki az egyik lakástakarékunkat, tehát így húj volt vele, hogy akkor játszunk egy kicsit a milliókkal, és akkor betelefonáltunk, és állítólag az volt, hogy valaki tollal áthúzta azt a részt, ahová ugye ki van töltve, mint talán digitálisan volt kitöltve és kinyomtatva, hogy hova kell utalni, és valaki áthúzta tollal, és úgy volt vele, hogy akkor majd utaljátok oda, de az volt a szerencse, hogy ez nem egy valós bankszámla volt, és visszajött a pénz, különben még baszakodtak volna vele nem tudom annyit. Az itteni tulaj meg volt ijedve, hogy akkor nem lesz időben konyhabútora, mert nem tudok haladni így a vásárlással. Még benne volt az is az éterben, hogy akkor lehet, nem tudunk időre beköltözni, de aztán még 3 nappal hamarabb tudtunk beköltözni. A házátadás az ilyen sicsúgypipaf, mert akik itt laktak, azok elköltöztek Békés megyébe. Mi aznap költöztünk. Még ez is egy ilyen stresszes volt, hogy akkor úgy volt, hogy reggel jövünk, de aztán végül délután tudtunk jönni, de már addig már hívtunk költöztetőt, de nekik meg már le volt beszélve az internetbekötés, és neki otthon kellett volna lenni, de megmondtuk, hogy nem tudjuk megoldani, és sajnáljuk, szóval, hogy ott már voltak, és akkor miután voltak ilyen dolgok, hogy egyébként a bürokrácia is elképesztően banális hibákat csinál, vagy ejt, történt egy olyan, hogy eleve nem sikerült átiratnom az áramot a nevünkre, mert nem jól írtuk fel az óraszámot, de le volt fényképezve az óraszám, szóval ki lehetett belőle venni, bár a plexi meg ilyen sötét barna, szóval, hogy miért is tehetnéd meg, hogy halandó legyél és belenézhess oda a saját órád állásába, mert ez is annyira idegesítő. Bementem személyesen, megcsináltattam személyesen, és képzétek el, hogy 2000 kWh-val kevesebb áramot vezettek fel nekem, és közben már a volt tulajdonosnak szóltak, hogy ők kifizetnének túlfizetés címén majdnem 100 000 forintot. És akkor így először nem is értettem, mert nekem amúgy ott elmondták, hogy meddig van kifizetve, pont addig, ameddig ők átadták az órát. Akartam neki valami végszámlát kiküldeni, és mondtam, hogy hagyjátok a picsába, küldjétek az én nevemre. Utána észrevettem, hogy 2000 kWh-val kevesebbet vittek fel, tehát magyarul nekem, neki kifizette volna azt a pénzt, amit én utána rajtam behajtanak, úgyhogy ez az ő hibájuk. Elképesztő, na mindegy, ezt is el kellett intézni, de én annyi idegsokkot nyeltem az elmúlt időszakban, hogy közben amúgy anyukám itt volt 3 hétig, mert hogy felét itt, felét Veresmarton, utána elmentünk egy hétre Németországba, szóval az elmúlt 1 hónap előtti napokban én már olyan ideges voltam, hogy voltak ilyen agymenéseim, hogy már veszekedtem anyával, már Marcival, már mindenkivel, és most érzem azt, hogy visszajöttünk, hogy ez nagyon kellett, ez az 1 hónap egy kicsit távol a sok szartól, meg elintézni nagyjából így a dolgokat is kész, mert már most már tényleg besokaltam. De már itt azért be vannak rendezve a dolgok, satszper, kb. Még sok minden kell, függönykan is nem kaptam, amit szerettem volna egy azóta sem, még most sincs. Kanapénk még mindig nincs, mert nem tudunk olyat venni, ami beférne. Ebédlő asztalunk az nem sokára lesz, mert valószínűleg a héten elmegyünk végre megvenni. Még van mit csinálni, de ennyi. Már kész, és nagyon hálás vagyok, és tényleg is csillog a szemem, látjátok, egész végig csillogott a szemem. És tényleg nem győzök hálát adni az égnek, hogy egy ilyen házat, egy ilyen helyet, ennyi segítséggel, ennyi mindennel, sok-sok-sok jóval, mindennel, és köszönöm, és hálás vagyok. És szeretném megmutatni egyébként a költözést, de megnéztem a videókat, olyan szinten le vagyok szedálva. A költözés alatt volt 40 fok. 40 fok volt, és én alig éltem. Hát én gyökkentőn működtem, és kipakolni a belvárosban a 4. emeletről 40 fokban, hát nem volt egy lányálom. Sokat segítettek a srácok, Zoli meg Máté, meg Szinti, a Máté felesége. Nagyon szarul nézek ki azokban a videóban, nagyon szarul nézek ki. De meg fogom nektek mutatni, mert
csípbelopva ilyen, van, hogy napok teltek el a felvételek között, de akkor is felvettem, hogy akkor hogy költöztünk ki, nagyon sok mindent fel se vettem, szóval, hogy ha igazi profi vlogger akartam volna lenni, akkor a fejemre tapasztok egy GoPro-t és megyek, de GoPro-m nincsen, és eszem ágában sem volt még ezzel is foglalkozni minden más mellett, mert ez tényleg egy teljes emberes vagy több emberes meló is. Annyian segítettek nekünk, tényleg annyira hálás vagyok, itt ide költöztünk, és itt van egy Veres Marti, aki 8 éve itt lakik, és már mindent is ismer, és eldugultunk, ez ment tönkre, az ment tönkre, és akkor ja, tönkre ment az autó, hogy megvettük az autónkat, már ez elszoródott a zárszó, hogy miért is ne, és akkor kit hívjunk fel, nem ismerünk itt senkit, aki szakember, és akkor Laci egy csomó segített nekünk, volt itt minden, de azt akartam mondani, ami ide való, hogy egy vlogot fogok nektek készíteni, de előre felkészítelek titeket, hogy a külsőmért nem válok fel, és én az elképesztően szar, nagyon melegen volt, és nagyon-nagyon nem éltem. És amit nagyon szeretnék még nektek felvenni és megmutatni, az a gardrób. A gardróbunk, ami igazából javarészt az én gardróbom lesz, mert Marci a felruháját itt akarja tartani, amúgy sincsen annyi ruhája, mint nekem, szóval, hogy az egy igazi paradise. És azt gondoltam, hogy kicsi, de rájöttem, hogy nem kicsi, és azt gondoltam, hogy kicsi lesz minden, ahogy berakjuk a szekrényt is. Nem kicsi. És még mindig fent állnak a ruhák, és nincsenek bepakolva a gardróbba, mert fel akarok venni mindent videóra, szóval a legközelebbi videó az, vagy egy vlog videó lesz, vagy pedig a gardrób rendezős videóm, szóval köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hogyha érdekeltiteket, akkor iratkozzatok fel, nézzétek a további részeket, mert most a költözésről, a házról, mindenféléről lesz szó. Ne felejtsetek el követni Instagramon, TikTokon, Facebookon, Pinteresten is, és iratkozzatok fel ide, és nyomjátok meg a csengőt. Köszönöm szépen a figyelmet, imádok titeket! Sziasztok!